Streamers kritikán, mégpedig az Éjszaka Múzeuma 2 második részét. Mások is a tartalmat. Leidéli Ben Stiller már nem éjjel őrként tengerkedik. Minden napján jól menő vállalkozó lett belőle. A természettudományi múzeum figuráit Leidéli régi barátja most a Siumothai Amerikai Nemzeti Történelmi Múzeuma szállítja. Szállítás közben történik egy kis galiba, ugyanis elkalódik a fáról arany táblája, ami, mint azt az előző részből már tudjuk, képes éjjelente életre kelti a múzeum figurája. Larry is szeretné újra látni régi jó barátát, ezért beleveti magát az éjszakába. Magyar bemutató 2009. május 21. 105 perc. És hát tulajdonképpen arról szól a másik rész, 3 év után, hogy tehát, hogy Larry D-nek lett egy új munkája, ilyen világítós ellenlámpa, tehát, hogy a sötétbe is világít, és akkor nem kell felkapcsolni, és akkor tulajdonképpen meg tudja a főnökétől, hogy szállítják a tárgyakat a másik múzeumban, és pár tárgy marad. És meg akarja szakadályozni, de hiába, és akkor elmegy ebbe a múzeumban, visszaszerzi a tárgyát, csak épp akkor szerzi meg, amikor lemegy a nap, és a tárgyból életre kell, és fel kell az ottani fára. Na, nem. Itt is van egy fáraó, ami kiderül. Akkornak a hát úgy mondom, testvére, vagy a bátyja, ha így is lehet ezt fogalmazni, úgyhogy hogy Kamora a hát úgymond a főgonosz, és hát meg kell feltenni a táblának a kombinációját, és úgy hát uralkodhat. Hát tulajdonképpen egész jó lett a második rész. Tehát, ja. Új szereplők, új sztori, meg minden. Úgyhogy, ja. Hát nézzük a pozitívat. A pozitív kiemelem, hogy ugyanazok a magyar szinkronok. Talán a Owen Wilson a Jedi-nak kicsit másabb a magyar hangja, de attól függetlenül szerintem egészen jó lett, vicces, benne van Abraham Lincoln és Darth Vader is kis mellékszereplőben, ők is benne vannak, úgyhogy egész jó. Na, nézzük a negatívat. Hát itt is nehezen tudni kijelölni ezt az, de tulajdonképpen leginkább a fáraót tudnám egy kicsit negatívá és kiemelni, ugyebár Akvornának kiderült, hogy van egy testvére, Kamora. Nos, hát nem azért, de szerintem lehetett volna azért gonoszabb is. Az oké, hogy Jedi-et berakja egy homokórába, míg Larry megtalálja a kőtáblának a kombinációját, de szerintem lehetett azért volna gonoszabb is. Na, és az erre is szemre, úgyhogy ja. De alapvetően jó, úgyhogy én 95%-ot adok rá. Úgyhogy ja. Ennél több így negatívat nem nagyon tudnék kiemelni. Úgyhogy ja. Úgyhogy ez lett volna az én újabb filmes kritikán az Éjszaka Múzeumban. 2 rem tetszett, hogy így van, dobjatok rá, lájkot és majd jelentkezzetek a csatornámra. Jó, Vár Péter voltam. Sziasztok!